Nekem az egyik kedvenc Kodály feldolgozásom az a 83-ban készült Jankovics Marcel által animált Hár János rajzfilm. Ez egy egészen fantasztikus dolog, benne van az egész 80-as évek, a Pink Floyd falától kezdve, aztán a később megszülető Amadeuszig és a Falco Amadeusz című nótájáig. Én azt hiszem, hogy olyan modern módon nyújt hozzá Jankovics Marcel a Kodály zenéhez, és olyan líraian lényegítette át a ruhákat, a szalagokat, a népviseletet, a puffos, rokokó cuccokat, hogy az valami egészen szép ritmust és dallamot mutat a Kodály zene alatt. Én azt hiszem, hogy körülbelül ugyanígy lehetne ilyen nagyon modern módon akár most is feldolgozni a Hár Jánost, úgyhogy amikor Anger Ferenc megrendezte és azt írta, hogy az előadásban olyan hang és fény effektek lesznek, ami a nyugalmat megzavarhatják, akkor én nagyon örültem, mert tessék engem megzavarni, amikor Hár Jánost nézek.